Bár nem lehet könyvtárba menni, az intézmény feladatait a jelen helyzetben is ellátja. Mondja Sági Lajos Niabát, a Széki a könyvtár igazgatója. A kölcsönözni akarók minden héten hétfőig nyújthatják be igényeiket, és az új köteteket szerdáig kapják meg. Az olvasóinkat személyesen ismerjük, teljesen tudjuk az ízlésüket. Próbáljuk is időnként őket egy picit, hogy más könyveket olvassanak. Hát ez most akarva- akaratlanul is működni fog, mert ugye amikor ide szólnak telefonon, vagy akár egy Facebook oldalon írnak nekünk, hogy ők könyve, könyvcsomagot szeretnének kérni, és azért ők eljönnek, akkor nyilván én fogom neki a könyvtárosként összekészíteni, mert ő ebben most nem tud részt venni. Szexádon a megyei könyvtárban mindenki dolgozik, van aki otthonról, az intézmény falai között dolgozók pedig olyan feladatokat látnak el, melyekre kötelezi őket a törvény. A teljes állomány leltározása zajlik, ami egyben felkészülés is az új épületbe való költözésre. Emellett az internet adta lehetőségeket kihasználva tartanak foglalkozásokat, vagy emlékeznek meg neves évfordulókról. Ha az olvasó nem tud jönni hozzánk, akkor mi megyünk hozzá. Elindítottunk egy olyan szolgáltatást, hogy minden olyan olvasói kérést, ami befut hozzánk, akár telefonon, e-mailben, bármilyen kommunikációs eszközön keresztül, azt, azt próbáljuk összegyűjteni, összerendezni. A köteteket naponta szállítják ki az olvasóknak. Liphauser János igazgató azt mondja, olyan tudást szereznek ezekben a napokban, melyeket a jövő könyvtadában tudnak majd igazán kamatoztatni.